Egy bölcs öregember. Nagyon bölcs öregember voltam. Most már nem vagyok az igazi. Sőt, vehetik úgy, hogy nem is létezem. De volt idő, amikor nagy voltam és erős. Félre hőköltek az emberek, akik szembe jöttek velem az utcán, és úgy mentem keresztül a tömegen, mint a vasaló. Gyakran csógogatták a lábam, de nem tiltakoztam, mert tudtam, hogy méltó vagyok rá. Rendkívül hajlékony a testem, én magam is megpróbáltam megcsokolni a lábam. Sikerült megcsokolnom a nagy lábujjam. Boldog voltam. Megértettem mások boldogságát. Mindenki meghajolt előttem. És nem csak az emberek, hanem az állatok is. Ott csúsztak, másztak előttem és csóválták a farkukat. Hát még a macskák. Azok egyszerűen nem tudtak betelni velem. Akkoriban tényleg nagyon bölcs voltam és mindent értettem. Kolosszális agyam volt. Nős voltam, de ritkán láttam a feleségem. Félt tőlem. Nyomasztotta agyam, kolosszális voltam. Sokáig éltünk együtt, de aztán nem emlékszem pontosan, mintha eltűnt volna. Úgy egyáltalán furcsa jelenség az emlékezet. Néha milyen nehéz megjegyezni valamit, és milyen könnyű elfelejteni. Mindenkinek javasolnám, hogy dolgozzon memóriáján. Egyedül éltem, és csak azokat engedtem magam elé, akik tanácsért jöttek. De sokan voltak. És az lett a vége, hogy nem volt tőlük se éjjelem, se nappalom. Adtam a tanácsokat minden rászorulónak, egymás után jöttek, kész öröm volt a gyötrődő arcukat látni. Beszéltem velük közben, viszont alig tudtam visszatartani a nevetésemet. Egyszer nem bírtam tovább. Elnevettem magam. Megrettemben iramodtak el, egyik az ajtón, másik az ablakon, megint mások egyenesen a falon át. Amikor egyedül maradtam, kinyitottam a szám, és azt mondtam, prim, tam, pam, pedig. Amikor egyedül maradtam, ezt mondtam. De akkor megroppant bennem valami. És azóta nyugodtan vehetik úgy, hogy már nem is létezett.